A törvény értelmében az iskolákban a gyermeknek 5 nap hiányzást igazolhat a szülő. A 6. hiányzási napról orvosi igazolást kell hozni. Továbbá 30 napon belül maximum 10 nem egymást követő hiányzási napról adhat igazolást a szülő. Mi megpróbáljuk megoldani, elsősorban a szülőt keressük föl, szülőkkel nagyon szoros viszont ápolunk. Abban a pillanatban, hogy a gyerekek sokat vagy többet hiányoznak, több ideje nincsenek iskolába, akkor azonnal a kapcsolatba lépnek az osztályfőnökök a szülőkkel, érdeklődnek, és természetesen kérik aztán az igazolásokat. Ugye a föntartónk nem a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal, ezért egyenesen a szociális hivatalra, illetve a rendőrségre jelentettük a hiányzásokat. A megbeszélésen az iskolák megegyeztek abban, hogy a gyerekek igazolatlan óráinak elbírálásában és dokumentálásában is egységesen fognak fellépni. A törvényben megtalálható egy melléklet, egy igazolás nyomtatvány. Az iskolák megegyeztek, hogy az orvosi igazolást csak ezen a nyomtatványon fogják elfogadni egységesen. Hogyha egy hónapban 15 igazolatlan, illetve 15-nél több igazolatlan órája összegyűlik a tanulónak, akkor azt azonnal jelenteni kell az állandó lakhely polgármesteri hivatalába. Erre van egy formanyomtatvány. Az iskolák ezt is egységesen ezen a formanyomtatványon jelentik. Ha egy tanévben a tanulónak összesen 60 igazolatlan órája gyűlik össze, jelenteni kell a városi hivatalba, ahol pénzbüntetést rónak ki a törvényes képviselőnek. E fölött az igazolatlan óraszám fölött a rendőrséghez kell fordulni. Az iskolák maguk is büntetik az igazolatlanul hiányzókat. Nálunk, ha 17 igazolatlan órája van egy gyermeknek maximum, akkor már 2-es magaviseletet kap, és utána minél több igazolatlan óra, úgy aztán megjelenik a 3-as, illetve 60-nál a 4-es magaviseleti jegy is. A Városi Hivatal a járási rendőrkapitánnyal közösen a közeljövőben az óvodaigazgatóknak is tart hasonló megbeszélést.